Mai napig azt mondhatom, hogy meghatározó jelentősége volt az életemben a latinnak, mert rengeteg más nyelvet, mikor tanultam, akkor mindig felismertem a latin nyomait, legalábbis az európai nyelvekben, sőt, még a szláv nyelvekben is nagyon gyakran. Úgyhogy az volt az első, ami nagyon fontos volt, aztán jött az eszperantó, ami szintén Veszprémhez kötődik, tehát egy kis kitérővel hadd mondjam azt, hogy minden, ami igazán fontos volt nekem, és általában egy 10-valahány évestől 20-valahány évesig tartó emberi lét útján, az Veszprémhez kapcsolódik. Tehát én minden, ami igazán fontos volt, az ott történt velem. Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk. Kedves nézőink és hallgatóink, köszöntjük Önöket a Stúdió Veszprém Podcast részéről. Veszprémben a patinás Kossuth iskola előtt áll egy emléktábla, amelyen az szerepel, hogy ezt a fát, mert hogy mellette ott van egy ültetett fa, ezt a Kossuth iskola volt diákjai ültették 2006-ban az épület felújításának az emlékére. Számos ismert személynek a neve áll ott ezen a táblán, többek között Nemere István írói is, akinek az önéletrajzában, visszaemlékezéseiben ugyanaz nem szerepel, hogy hát finoman szólva élenjáró tanuló lett volna a Kossuthban, illetve később a lovasi gimnáziumban, de tény, hogy már akkor feltűnést keltett néhány remek irodalmi dolgozatával. Matematika eredményével kevésbé, de irodalmi dolgozatával mindenképpen. Eme felvezető, bevezető után szeretném köszönteni vendégünket, Nemere István írót, akinek eddig 789 könyve jelent meg, nem tévedés, 789 könyve, ezzel világrekordot is állított be, mint a legtöbb művet jegyző író a világon, és állítólag körülbelül 11 millió könyve is megjelent, és olvassák szerte a világban, hiszen rengeteget lefordítottak különböző nyelvekre. Úgyhogy köszöntünk, nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk a műsorban. Hát én is köszöntöm a nézőket és titeket is. Hát erre nem tudok mit mondani ezekre a számokra. Én nem akartam belesni a számok bűvületében már évekkel ezelőtt sem, de valahogy úgy hozta a sors, hogy mindig ahányszor újságírók jelentek meg és kérdeztek, akkor mindenki a számokon lovagolt, és másra nem is lehetett igazán számítani. Most már lemondtam arról, hogy egyszer jön egy újságíró vagy bárki, és valamelyik konkrét könyvről kezdünk beszélgetni. Mindenki a számokat szokta emlegetni legfőbb. Na én akkor, ha megengeded, én a Lacit korrigálom, szerintem te ha most nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra, és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas. Így nem maradsz le semmiről. A teljesítményeddel is feltűnést keltettél a lovasiban negyedikes korodban, és akkor innen kezdődik a számok bűvölete, de akkor ugorjunk egyet, egy jó nagyot, akkor a szakdolgozatodhoz, mert hogy neked egyébként informatika szakon született egy szakdolgozatod, ami környezetvédelemmel foglalkozik 75-ben. Te látnok vagy, hogy már akkor összekötötted ezt a két történetet? Nem, hát a könyvtárosi szakdolgozatom az egy környezetvédelmi tárgyú cikkeknek a leírása volt, egy annotált, hogy most fölvágjak az idegen kifejezéssel, vagyis jegyzetelt cikkekről, minden cikknek mellé volt egy jegyzet, hogy miről is szól, hogyan. Nem tudom, de állítólag volt egyszer egy regényem a Terra címmel, ami fantasztikus regény volt, és 10 000 év múlva játszott, és egyszer egy holland férfi mondta nekem egy kongresszuson, hogy én voltam az első környezetvédő a világon, mert az a regény már szintén valamikor a 70-es években született, és alapvető ilyen környezetvédelmi dolgok voltak benne, de
nem dicsekszem egyáltalán, mert az egyszerűen ösztönös volt valószínűleg, nem gondoltam bele, de a lényeg az, hogy igen, hát ezek a szempontok már akkor is érdekeltek engem. Térjünk vissza azért a városhoz, Veszprémhez, meg talán a Balatonhoz, a környékéhez, már csak azért is, mert a Balaton ugye a gyerekkorodnak az elválaszthatatlan része, sőt írtál egy különleges hangvételű könyvet. Hiányoltad, hogy a beszélgető partnerek nem a könyvekről beszélnek, hát mi fogunk a Igen. könyvekről beszélni, Na most megkapom a magamit. Igen. ami ugye a Balaton környékének a felfedezéséről szól, és ez megjelent az Országjárók zsebkönyve sorozatban is, illetve ugye ezt a könyvet sok nyelvre le is fordították. Szóval a Balaton az ekkora élményt jelentett ott a fiatalabb korodban, hogy utána most már egy idegenvezető vált belőled, legalábbis a könyve. Hát a könyvben ez túlzás persze. De a lényeg az, hogy nekem meghatározó volt már a 40-es évek végétől, hogyha valaki a nézők, hallgatók közül nem tudná, akkor én 44-ben születtem, tehát elég régen vagyok már ebben a világban. Szóval a 40-es évek végétől gyerekként a nagyapámékhoz jártunk, és én minden nyaramot ott töltöttem egészen a 60-as évekig, tehát egy olyan 16-17 éven keresztül minden nyarat, és olykor a téli szünetet is Tihanyba töltöttem. A Visszhangcsárda nevezetű, akkoriban nevezett és építményben, ami ma már nem létezik, de akkoriban abban éltünk ott a házat, a nagyapám építette 1926-ban, és abban élt, és abban halt meg aztán később. Tehát nekem a Tihany az teljesen meghatározó volt, és a Balaton általában. És hát Veszprém is, de gondolom erre majd még kitérünk. Mindenképpen az egyik ifjúsági regény sorozatom, a Fantasztikus Nagynénivel kezdődően, az pontosan egy ilyen balatoni, kitalált balatoni helységben játszódik, ahol úgy igyekszem megénekelni a tó szépségeit, és azt, hogy egy gyereknek milyen rengeteget jelenthetett az a tó akkoriban. Sok veszprémi ugye talán nem is tudja, hogy a Lovasi egy időben a várban működött, te ebben az időben jártál ebbe az iskolába. 59-től Így 63-ig, van, igen. meséld el nekünk, hogy diákoknak akkor abban az időben mi volt a menőhely Veszprémbe, hova jártak a diákok, vagy mi volt az a központi tér, terület, ahol ti forgolódtatok, csajoztatok, vagy bármi? Hát ez mondjuk ma már nehéz megérteni, nehezebb elhinni, de azokban az időkben még, hogy mondjam, például majdnem én fiú osztályba jártam, és majdnem az egész gimnáziumban fiúk jártak, alig néhány osztályba jártak lányok, tehát mi lányokat igazából csak messziről láttunk, és szemben velünk volt a Lőveik Lára kereskedelmi, vagy nem tudom milyen volt a hivatalos neve, szintén egy szakközépiskola, és ott láttunk lányokat, és ezen kívül lehet, hogy én, de nem csak én, amennyire emlékszem, az osztálytársaim is eléggé félénkek voltunk ebben a tekintetben, és már csak mikor a harmadik, negyedikesek voltunk, tehát hogy a 60-as évek elején, akkor kezdtünk eljárni, hogy úgy mondjam, szombatonként szórakozó helyekre, ami eléggé le volt szűkítve, mert az akkori Szott székházban, ami ott van a színház közelében, ott rendeztek ilyen bulikat, mondjuk így, és egyáltalán ott fordultunk elő, mint hogy úgy mondjam, mulatósok, de igazából még később, már mikor nem jártunk a középiskolába, akkor járattunk be ilyen, mint a Bakony szállóban volt egy szintén esténként ilyen zenés mulatozás, nem tudok jobb szót, a buli szót még akkor nem ismertük igazából. Na szóval ez én részemről legalábbis ez ennyiben kiismerült, csak később valamivel kezdtem én is ilyesmi még bekezdeni, de nem, ez soha nem volt, legalábbis azokban az években nem volt központi témája az Aha. életemnek, életünknek. És akkor a gimnázium elvégzése után filmrendező szerettél volna lenni, amihez nem kaptad meg a támogatást a Lovasitól. És akkor még finoman.
Hát, Helyezted ki igen, magad. próbáltam finoman Nem fogalmazni. javasoltak, konkrétan nem Igen. javasolták a továbbtanulást. Igen. Igen. Később De valahogy azért én azt mond... megpróbálkoztam. Igen, Igen. később azért azt mondtad, hogy talán most már nem sajnálod, hogy nem lettél filmrendező. Hát Hát ezt el most már is nem hiszem. sajnálom. Pláne, hogy most a magyar filmrendezők élete zajlik, hát az biztosan ekkor mondtam volna le róla. De a lényeg az, hogy az írás az viszont mindig ott volt, már a Veszprémi naplóba írogattam én középiskolásként néhány cikket, és aztán ugye elkanyarodott az életem, ettől elmentem Lengyelországba 6 évre, még nem tudtam, hogy 6 év lesz, azt hittem, hogy örökre, és ott is fordítottam, és hazaküldtem írásokat, és akkor végleg eldőlt, olyan 25 éves koromban azt hiszem, eldöntöttem végleg, hogy az írás lesz az én utam, és a filmrendezőséget elfelejtem. A nyelvek azok végig kísérték az életedet, mert ugye fordítottál is, meg hát több nyelven tolmácsoltál, és valahogy ez az eszperantó ügy is belekeveredett az életedbe. Ez egy érdekes momentum. Ezt feltétlenül meg szeretném kérdezni tőled, hogy ugye te a Nemzetközi Pen Club Eszperantó csoportjának vagy az elnöke, Voltam, már vagy nem. voltál az elnöke, és hát ennek most mi a véleményed, mert az eszperantó talán most már nem jelenti azt a világnyelv lehetőséget az angol előtérbe kerülésével, vagy még azért ennek van valamilyen sajátos fontossága? Hát fontossága van, de ha már kanyarodjunk, akkor vissza nyelvekhez általában. Tehát nekem a latin volt az első, azt a gimnáziumban 4 évig tanultam. Nem állítom, hogy megtanultam, sőt azóta is nyilván sokat felejtettem, de az nyitotta rá a szememet egy sok dologra, és későbbi, egész mai napig azt mondhatom, hogy meghatározó jelentősége volt az életemben a latinnak, mert rengeteg más nyelvet, mikor tanultam, akkor mindig felismertem a latin nyomait, legalábbis az európai nyelvekben, sőt, még a szláv nyelvekben is nagyon gyakran. Úgyhogy az volt az első, ami nagyon fontos volt, aztán jött az eszperantó, ami szintén Veszprémhez kötődik, tehát egy kis kitérővel hadd mondjam azt, hogy minden, ami igazán fontos volt nekem, és általában egy 10-valahány évestől 20-valahány évesig tartó emberi lét útján az Veszprémhez kapcsolódik. Tehát én minden, ami igazán fontos volt, az ott történt velem. És aztán utána jöttek a nyelvek. Az eszperantóra visszatérve, én még néha úgy látom, hogy azért ez nem egy lefutott dolog, mert gondoljunk csak bele, hogy az angolral kapcsolatban, hogy jelenleg percenként, tehát mióta itt beszélünk, már jó pár perc eltelt, percenként körülbelül 300 gyermek születik a világban. És ebből 280 valamennyi nem olyan országban születik, ahol angolul beszéltek, vagy beszélni fognak. Tehát itt azt kellett mondani, hogy hiába beszélik sokan az angolt, és nem tudnak számbeli fölénybe kerülni arányosan sem, mert hiszen sokkal több a nem angolul beszélők száma, mint az angolul beszélőké, annak ellenére, hogy nyilván angolul beszélő országban is születnek gyerekek, szintén percenként jó páran, de nem érhetik utol ezt az arányt, és így módon ugyan minden jel szerint az angol tényleg elharapozik a nemzetközi kapcsolatokban, és én ezt valamilyen módon természetesnek tartom, bár kicsit fáj, ugye, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem vagyunk mi ezzel még teljesen elveszve, még történhetnek dolgok ezen a nyelvi téren. Aztán utána jöttek más nyelvek is, és én kacérkodtam még az arabbal is, nem is olyan régen még, és azt hiszem, és ez sajnos igaz, hogy mi magyarok különösen be vagyunk zárva a nyelvünkbe, magyar írók még pláne, tehát sok szempontból, hogy mondjam, joggal érezhetem magam halmozottan hátrányos helyzetű írónak, csupán csak azért, mert itt születtem, és nem pár száz kilométerrel odébb. Térjünk át a könyvek világára, és mindjárt egy ilyen feltébb sajátos vagy kényes kérdést föltennék, de ahogy ismerlek, te mindenre Nyugodtan, nyugodtan. szívesen válaszolsz.
Szóval az a sokoldalúság, az, hogy a sokféle műfajt megjelenítő könyvek a sajátosságaid, a sci-fi-től, a paranormális jelenségeken át, a krimikig, a kalandregényekig, történelmi eseményekig, a tudományvilágáig, ugye most jelent meg a Nobel-díjas asszonyokról szóló könyved. Szóval hogy lehet egy ilyen széleskörű tájékozottságra szert tenni, illetve nem okozott-e éppen ez problémát, hogy a magyar író társadalomnak egy része, vagy mondjuk az írószövetség részéről azt gondolták, hogy nem elég irodalmiak, vagy nem elég mélységet jelentenek ezek a könyvek. Nem tudom, hogy jól fejeztem-e ki magam, csak Igen, finoman fogalmaztál, mert arra valószínűleg. próbálnék reflektálni, hogy te Igen. ugye nem vagy az Írószövetség tagja, ugyanakkor pedig hát ez a hihetetlen sokoldalúság jellemez téged, ami egy Na most fantasztikus. ez pont az egyik gyanús jele azoknak, akiknek annak idején el kellett volna dönteni, hogy lehetek-e írószövetségi tag vagy nem. Én ezen már régen túléptem persze, mert azóta ugye több írószövetség is van, megkérdezhetném, hogy melyiknek. Sőt, azóta annyiféle dolog történt még a múlt század végén is az írószövetségben, hogy már azóta ötször ki kellett volna lépnem, ha benne is lettem volna. Tehát egyszerűen most már úgy egészen el vagyok ezzel. Mikor 70 éves voltam, akkor az írószövetségtől jött egy hölgy, és azt mondta, hogy ha most jelentkezek, akkor biztosan felvesznek. De hát én már nem ambicionáltam ezt, és szoktam is mondogatni, hogy minek fussak egy olyan szekér után, ami nem csak, hogy nem vesz fel, de nem is arra megy, amire én mennék, úgyhogy ezt az egészet régen túléptem már magamba. Na szóval visszatérve az eredeti kérdésre, ez a sokoldalúság, ez csak látszólagos, ezt most itt bevallom előttetek meg a nézők előtt, hogy ha egy könyvre fel kell készülni, amiben szaktudományos dolgokat kell ismertetnem az olvasókkal, akkor arra felkészülök, és azt tudom, és aztán elfelejtem. Vagy legalábbis javarésze kihullik az emlékezetből, mert most nincs rá szükség. Tehát 80-as évek elején írtam egy regényt arról, hogy hogyan lehetne felrobbantani egy atomerőművet. Ugye egy ilyen kommandósokról szóló történet volt, és akkor pontosan tudtam, hogy melyik épület milyen cél szolgál, miért olyan sorrendben állnak egymás mellett, és milyen kapcsolatok vannak közöttük. Aztán ugyanígy rengeteg haditechnikai, meg technikai dolgot megtanultam, és leírtam, és aztán tovább léptem. De mondok valami más, még a romantikus, főleg hölgyeknek szóló regényeimben is, mindegyikben a főszereplőnek más a szakmája. Tehát annak is utána kellett nézni, hogy miket csinál egy virágkereskedő, és mivel foglalkozhat egy haditudósító, úgyhogy ezek mind hölgyek, de értik a szakmájukat, és akkor nekem is vagy tényleg értenem kellett, vagy úgy kellett csinálnom az olvasók előtt, mintha értenék hozzá. Úgyhogy ez a nagy titok. István, én éppen erre akartam rákérdezni, hogy eltelik 50 év az első könyvettől mostanáig, és hogy változott-e az, ahogyan te írsz? Van-e valamilyen változás a módszertanodban? Most mondod, hogy mindegyikre föl kell készülni, és hogy te mindig utána néztél, és egyébként ugye ez alatt az idő alatt a világ nagyon sokat változott, csak hogy így emlékeztessük az első könyved évére, 1074, tehát a 74, megjelenést igen. követő évben már a Microsoft jelenik meg a piacon, a Soyuz Apollo program keretében az első amerikai és orosz űrhajó összekapcsolódik, tehát ott az egy izgalmas időszak volt. Ma sincs tulajdonképpen okunk panaszra az izgalom szempontjából, szóval változott-e, ahogy a világ változik körülötted, az, ahogyan te írsz, vagy ahogyan születnek a könyvek és ennek a módszertana? Van-e valamilyen Hát tapasztalható változás? van olyan, hogy a tudományban már lemaradok, mert ugye, főleg az informatika terén annyi minden történik, hogy az biztos. De ennek talán azzal vigasztalom magamat, hogy nem az észbeli lemaradás a lényeges, hanem most már egyre jobban sajnálom az időt. Tehát vannak dolgok, amiket nem tanultam meg egyáltalán, akkor is, ha 30 vagy 20 évvel ezelőtt jöttek be az életünkbe, mert
Ha most ezekkel foglalkoznék, akkor mikor írnék? És ahogy ugye fogy az időm, ezt nevezzük nyíltan, akkor nekem annál fontosabb most már, hogy inkább az írásra koncentráljak. Az ideális állapot nekem az lenne, ha élnék egy házban, és ott minden alá lenne rendelve az írásnak, és egyszerűen csak írnék, reggeltől estig, éjszaka nem. De reggeltől estig írhatnék, az lenne az ideális. Ehhez képest persze az élet nem így zajlik, és mindenféle más kötelezettségek is vannak. De visszatérve, tehát azért nem tartottam lépést sok, sok tudományban, mert vagy nem volt róla szó, tehát nem kellett róla írnom, vagy sajnáltam rá az időt, és ezért nem fordítottam eleget erre. Én még feszegetném azért ezt a kérdést, amit a Laci föltett, a metodikát, a módszertant illetően, hogy a mai világban már ugye a Google a mi barátunk, és pikpak információkat szerzünk viszonylag gyorsan, míg talán 30-40 évvel ezelőtt az volt a muníció, amit te összeszedtél a saját könyvolvasásaiddal és a hatalmas Igen. lexikális ismereteiddel. Hogy ez is jelentett változást, tehát most már használod azért ezeket az eszközöket? Persze, hogy használom, de hogy mondjam, finoman mértékkel, mert maga az írás általam gyakorolt módja is sokat változott. Tehát én 1985-ig kézzel írtam nagy füzetekbe, aztán magam tettem át mechanikus írógépen, hogy más is el tudja olvasni, és aztán 99-ben tértem rá a szövegszerkesztőre, tehát számítógépen írni, eleinte nem volt könnyű, mert hát ugye a számítógép lopcsal hazudik, tehát volt, hogy elveszett szöveg, és mindenféle furcsa dolgok történtek a képernyőn. Aztán most már tehát így írok, de az információk egy jó része most is, hát nem látszik a képernyőn, de itt a szobámban, ahol ülök, itt legalább 3000 könyvben, körös körül minden fal mennyezetig be van polcozva, és azért jobban bízok sokszor azokban az információkban, amelyek egyfelől ugye nem túl régiek. Másrészt olyan könyvben jelentek meg, amit szaklektorok és mások átnéztek, és nem hagytak benne hülyeségeket. Az internetnek az a nagy hibája, és egyben az a nagy előnye is, hogy mindenről talál az ember valamit, csak soha, semmiről nem lehet egészen biztos, hogy az a valós információja, vagy annak valamilyen felhigított változata, vagy eleve hamis, tehát nagyon óvatosan bánok én ezekkel az információs szerzésekkel. Viszont akkor itt most nagy nyilvánosság előtt szeretnék egy leleplezést, ugye aki elolvassa, és azt javaslom is, hogy az életrajzodat olvassák el a nemere.hu oldalon, mert fantasztikus már ezt is elolvasni, és ebből kiderül az, hogy neked több nő is különleges szerepet játszott az életedben, nagyon fontos nők vettek körül folyamatosan, de egy van, akiről sokan nem tudják, hogy mikor találkoztatok először, hogy szőke, vagy barna, kicsi, vagy sudár. Szóval leplezzük le Melissa Morettit. Segíts ebben nekünk. Hogy néz ki Melissa Igen. Moretti, és mikor találkoztatok? Ezzel még én sem gondolkoztam úgy igazán, hogy hogy néz ki. Viszont a sorozat, hát nem sorozat, mert nem függenek össze egymással. Az egyetlen dolog, ami összekapcsolja ezt a 110, most már 112 regényt, mert a múlt hónapban jelent meg a 112-dik, az csak a szerző neve. De amikor a 100-dikra került a sor, akkor nagy merészen úgy döntöttünk a kiadóval, hogy a 100. Melissa Moretti regény főszereplőjét úgy fogják hívni, hogy Melissa Moretti, és akkor ott le kellett írnom, már nem emlékszem, ez már 2 vagy 3 éve volt, hogy én hogy írtam le a hölgyet, de valószínűleg egyik azoknak, akiket itt elsoroltál az előbb, úgy, tehát körülbelül úgy néztek ki, egy középtermetű szőkésbarna, és hát mondjuk így, hogy telt karcsú. Valószínűleg ez volt az akkori leírás. A lényeg az, hogy 98 táján, mikor is elfutottak nagyon a női regények és női szerzők, Daniel Steele és társai itt a magyar könyvpiacon is, azt mondta nekem az egyik kiadó, hogy nekünk is kéne ilyen írni, és ha már írunk, akkor, vagy hát írok, akkor legyen női név. De én ezzel nem sokat filóztam.
Aztán később, évtizedek múlva derült ki, hogy minden nagyobb dedikáláson, ahol kint vagyok egész nap, ilyenek rendszeresen történnek háromszor vagy négyszer az életben, 3-4 napig kint vagyok az utcán és dedikálok. Csak mindig előjön naponta szinte egy idősebb hölgy, aki ott tudja meg helyben. Kis túlzással azt szoktam mondani, hogy fel kell mosni az illetőket, mert olyan élmény éri őket, hogy azt hitték egész életükben, hogy ez egy hölgy, és akkor egyszer csak ott áll Szakállas ilyen hölgy. szakállas pasas, igen, és azt állítja, hogy ő a szerző. Mellesleg be van írva minden könyvbe, csak el van dugva, és az emberek nem igazán veszik észre, vagy azt hiszik, hogy én vagyok, aki olaszból fordítottam, mert a név alapján erre tippelnek. Na szóval visszatérve még egyszer a lényegre, én úgy éreztem, hogy ezt elég jól teljesítettem, tehát valamennyi női énem biztos kellett, hogy legyen, és ha nem tudtam valamit, akkor megkérdeztem, mert mindig volt kitől megkérdezni, ugye, mert most már negyedik házasságomban élek, tehát voltak mindig hölgyek, akik adott esetben segítettek. Azt feltétlenül szeretném megkérdezni tőled, hogy volt-e valami sajátos oka annak, hogy ilyen írdatlanul sok, ha jól láttam, közel 50 álnéven írtál könyveket. Miért volt erre szükség? A nemere könyvek úgy elárasztották a piacot, hogy ez most valamilyen kuriózumot jelentett? Vagy mi volt ennek az oka? Ez 95-ben kezdődött, amikor a kereskedők szóltak, hogy most már túl sok nemere van a piacon, és igazuk volt. De olyan értelemben túl sok, hogy bement egy vevő egy könyvesboltba, és látott egy pulton 30 könyvet, és ebből 28-szor az volt írva, hogy nemere. És akkor ez már itt kezdett komolytalanná válni, de valóban, hát még humoros rajzok is megjelentek újságokban, amik arra voltak kihegyezve, hogy ja, vajon mit írt a nemere ezen a héten. Na szóval így aztán mondták, hogy legyenek álnevek, és hát akkor én elfogadtam a kiadóknak, terjesztőknek ezt az érvelését, és akkor lettek tematikus, főleg a történelmi tárgyú könyveknél először, hogy mondjuk amelyek a keleti front ügyeit tárgyalták, azokat orosz álnéven, aztán voltak a nyugati szemszögből készült, tehát aztán voltak a nácik, híres náci vezérek életrajzait is megíratták velem, nem mintha rokon szenvedtem volna velük nagyon, de akkor meg a valódi sváb gyerekkori, sváb nevünkből rövidítettem az akkori német álnevet. Szóval elszaporodtak nagyon, és ez így is ment, vagy 20 évig, és akkor én azt mondtam, hogy ez nem jó. És akkor kezdtem visszavenni ebből a lendületből, és visszavenni a neveket is. És most már, amikor másodszor, harmadszor kiadják a régi könyveket, mert csomót kiadtak, akkor már elvártam, hogy az új neve, a valódi nevemen jelenjenek meg, és az újak már mindenre is szánok. Még egy kicsit evezzünk vissza a Balatonhoz, mert hogy te voltál mentőcsónakos is, hogyha jól olvastam az Igen. életrajzodban. Mikor jársz Veszprémben, mikor jársz a Balatonon? Van-e valami fix program, ami miatt te erre a vidékre tévedsz? Hát fix programom amúgy sincsen, mert én, ha kimozdulok itthonról, majd beszéltünk róla, hogy most hol lakom, ha kimozdulok itthonról, akkor az mindig valami konkrét dolog. És hát ugye Dunántúl elég messze van, de ettől függetlenül, ha hívnak, akkor én oda is elmegyek. Szombathelyen a Szavária Fesztiválon vagyok minden évben, augusztus végén, és Veszprémbe is szívesen mennék, ha hívnának, hát nagyon ritkán, de előfordul. És azért vagyok a Dunántúlon is, Tatán is voltam 3 napig májusban. Tehát az országnak nincs olyan városa már, ahová ez a több mint 40 év mióta járok ki olvasott találkozókra, azóta ott ne lettem volna már szinte mindegyikben. Tehát ez elvileg ez nyitott legyen, ez itt a reklám Reklám helye. helye. Oké. Igen, hogy én bárhova elmegyek, csak hívjanak. Rendben. Nem tartom kizártnak azt, hogy fölvállalnánk mi akár egy missziót, hogy szerveznénk egy nemere író-olvasó, régen így hívták találkozót. Még ma is hívják. Mert ugyebár ahol lehet dedikálni is,
Mi is foglalkozunk könyvekkel, talán nem sokan tudják, de a Stúdió Veszprém Podcast maga is adott ki könyvet, mégpedig Történetek Veszprémről című könyvet 2 éve, és vállaltunk egy ilyen nehéz feladatot, hogy könyvet adunk ki, ez a könyv. Kiadni könnyű, csak eladni nehéz. Már pontosan ez van, és 30-40%-kal persze a terjesztők le is szedtek minket azonnal, mi Akkor pedig. még jól jártatok, mert a nagy terjesztők már 60%-nál tartanak. Na, Így innen is akad vagy fakad a kérdésem, hogy néztem a honlapodat, ami hát hihetetlenül impresszív, ahol egyébként a könyvek A-tól Z-ig ott megtalálhatók, meg évszám szerint is, meg novellák is, meg sok minden információ. No. ha szabad reklámozni, akkor az a neve, hogy Persze. olvasóterem.hu, és ott már 200-nál több könyvemet lehet kapni, méghozzá dedikálva. Tehát Nagyszerű. ez úgy működik, hogy aki felkeresi az oldalt, annak van egy olyan rubrikája, hogy beírhatja, hogy mi legyen a dedikáció, kinek szóljon, milyen alkalomból, ha akarja. Én a Olvasóterem.hu. megrendelt könyveket, Olvasóterem.hu, igen. igen, futár viszi házhoz, és nem kell utána mászkálni sehová. Úgyhogy ez majdnem olyan, mintha találkoznánk személyesen, mert legalábbis ő megkapja dedikáltan a könyvet, nagyon sok közül választott, mint említettem. És vannak saját kiadású könyveink is, nem sok még eddig, 2 év alatt körülbelül 4-et adtunk ki. De azok között egyrészt vannak közös sci-fi novellák, a feleségem, aki szintén könyveket ír, István, beszéltünk és a rengeteg könyvről, és arról, hogy fogy az idő, de még van benned bőven mondani való. Ha megengeded, én nagyon szemtelen leszek, és tennék egy javaslatot. Mi lenne, hogyha születne egy olyan című könyved, hogy Nem ere? Megmondom, hogy miért. A Balaton szerelmesei tudják, hogy a Balatonnak egy Nemere nevű zászlós Igen. hajója van, és ez ráadásul a Sőt, 2000-es az már években új, második, ha jól tudom. így van, Nemere 2 néven újra vízen van, és felújították. Szóval javaslom, hogy ezt a témát is vedd majd elő. Nem tudom, mind dolgozol, vagy mi az, amit lehet tudni a következő időszakról, mik azok, amik várhatók téma. Valamilyen téma szerint, ha ezt lehet előre spoilerezni. Hát nem nagyon, mert nem szeretek arról beszélni, hogy mit fogok csinálni, meg hogy most mit csinálok, de a lényeg az, hogy történelmi regénysorozatot írok, most már 10 kötetes, aminek eddig 7 kötete jelent meg, úgyhogy hát értelemszerűen ezen még dolgozom, az Árpád-házi királyok 400 évének történetén. Tehát ez az egyetlen biztos pont, ami még zajlik a következő 1 évben körülbelül. De És azért akkor vannak más ezt követően ötletek is. pedig a balatoni vitorlázásról fogsz egy regényt írni, ha jól sejtem mostantól. Ezek után már mi más tehetnék? Így van, úgyhogy majd kérlek szépen, hogy a kézirattal tisztelj meg minket, hogyha lehetséges. Köszönjük. No, én még szeretnék Igen. egy érdekes dolgot kérdezni. Ugye most sokszor olvasgatjuk Nyári Krisztiánnak a könyveit, ahol bemutatja a magyar irodalom íróit, költőit többek között, és hát azt is, hogy ő nekik milyen olyan tulajdonságaik voltak, amelyek hát nem feltétlenül a nagy közönség előtt ismertek. Ugye ezt nem is kell fejtegetnem bővebben, de egyébként a kortársakról is azt gondolja az Igen. ember, hogy szívják a cigarettát, és ott vannak a füstös szobába, és minden nap megisznak 2 liter bort, és egyébként pedig vaterkáznak egymással, és hát úgy tudom, hogy rád ezek egyáltalán nem jellemzőek, mert se alkohol, se cigaretta, se drog, szóval ilyen példamutató életet élsz. Igen, ezeknek a felsorolt dolgoknak a hívei ilyenkor szokták megkérdezni, hogy akkor minek él az ilyen, ha nincsen semmi efféle öröme. Hát ez tényleg így van, de én erre azt mondom, hogy hogyan tudtam volna ennyit írni, és egyfolytában dolgozni, 60 éven át legalább, ha
ez nem így élek. Tehát ezek a dolgok összefüggenek. Nekem soha nem volt semmiféle vonzódásom ezekbe az irányokba. Nem is akartam soha, hogy mindenféle szerek uraljanak engem. És azt kell, hogy mondjam, hogy én jól jöttem ki ezen, mert különböző dolgoktól megmentettek a mindenféle ilyen aszkétikus hajlamaim, hogy úgy mondjam. És én dolgozom, és nekem ez mindennél fontosabb, és mindennél jobb drog, hogy úgy mondjam, az, hogy soha nem állok le. Valahol te azt írtad, vagy nyilatkoztad, ezt pontosan nem tudom, valami ilyesmit, hogy az ihlet a költőknek kell, a prózán azon fegyelmezetten dolgozni kell, és ez a Igen, ezt jó rövidebben úgy út. mondtam, hogy az ihlet a lusta írók ürügye, így mondtam. Igen, igen. Na most a Igen. lustaságról csak annyit, hogy mondd el, hogy ma például mikor kezdtél el dolgozni, vagy mikor volt az első olyan, ami az íráshoz, tevékenység, ami az íráshoz kapcsolódik. Hát az mint mindig olyan fél öt, háromnegyed öt körül kelek, ötkor leülök ehhez az íróasztalhoz, aminél már 40-valahány éve ülök, ez az én gályapodom, és attól kezdve dolgoztam. Hát ma ugye különleges alkalomban, mert veletek beszélek, de igazából ez folyamatos, ebben csak annyi szünet van, hogy 10 óra körül elmegyek a két kutyával sétálni. Ez most elmarad, de majd be kell pótolnom, már csúnyán néztek rám az előbb. És aztán tovább, és egy rövid ebéd után megint tovább. Tehát ez napja olyan, most már olyan 8-9, de inkább 10 órás munkát jelentne, és ehhez hozzá kell fűznem, hogy ez szombat-vasárnap is így megy, tehát ez nem véletlen, hogy kevesen bírták ki eddig mellettem. És Nyíregyházán ott, vagy hát Nyíregyháza környékén megtaláltad azt az ideális helyet, ahol így nyugodtan Igen. lehet alkotni, mert ugye ezt elárulhatjuk, hogy ott Hát élsz most. igen, persze, hát nem titok. Nyíregyházától 20 kilométerre egy kis szabolcsi faluban, amelynek, vagy nyírségi, nevezzük így, amelynek összesen 500 lakója van, és nincs se posta, se orvosi rendelő, se egyéb ilyen úri huncutságú, viszont van csönd, és van egy szép nagy ház, egy több ezer négyzetméteres kertel, és úgyhogy ez ten kárpótolja az ember sok mindenére, amit a város adhat. Különben soha nem laktam nagyvárosban igazán. Budapesten sem laktam, még Pest megyében sem. Tehát gyakorlatilag talán Veszprém volt a legnagyobb város, kivéve amikor Lengyelországban éltem, ahol laktam. Úgyhogy most itt jó. Kívánjuk azt, hogy ugyanilyen termékenységgel alkossál, írjál a jövőben. Nagyon örülnénk annak, hogyha Veszprémben találkozhatnánk veled. Köszönjük szépen a Vita Kingnek, a Sofia Magánklinikának, a Chianti Apartmentsnek, a Targonca Trade-nek, a Ring Autónak, a Nyugalom Kft-nek, a Royal Kertnek, a Greenman Kft-nek és a Triton Life Diagnosztikai Központnak, hogy patronus klubunk tagjaiként segítenek bennünket abban, hogy megkerülhetetlen, érdekes emberekkel találkozhassunk, és olyan témákat dolgozzunk föl, amelyek közérdeklődésre tartanak számot. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. Köszönjük szépen, szia István! Ez a Stúdió Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken! Másikba. Nem mindegy. Nem. Ez így jobb balos, úgyhogy. Jobb balos. Igen, nem mindegy, hogy. De nem politizál, úgy na, tudjuk okay. A művész ja. úr. Igen, én is erre gondoltam hittem. Okay. Na szóval...